Gyöngyösi Megyer vagyok, most végzek filozófia mesterszakon az ELTE Filozófia Intézetében. Irodalmárnak készültem, és azt gondoltam, hogy a filozófia egy nagyon izgalmas háttértudást biztosíthat irodalmi művek megértéséhez. Aztán az érdeklődésem fordult, nagyon megszerettem a Filozófia Intézet légkörét, és a filozófiai problémák annyira égetőnek tűntek, hogy szívesebben foglalkoztam egy idő után már velük. Kis létszámú képzések voltak, kevesen jártunk az órákra, és nagyon nagy figyelmet kaptam ezért, illetve folyamatos bátorítás. Az ELTE-n alakult és formálódott igazán a felnőtt vagy felnőttebb személyisége. Az alapszakos szakdolgozatomat Walter Benjaminból írtam, mesterszakos szakdolgozatomat Theodor Adornóról fogom írni. Azt gondolom, hogy az ő kérdésfelvetéseik még akkor is relevánsak ma, hogyha nagyon sokat változott az elmúlt 100 évben a gazdaság, a társadalom. Másodévesen megtehettem azt, hogy kimegyek Frankfurtba egy nemzetközi hallgatói konferenciára. Financiális hátteret biztosított a hallgatói önkormányzat az ELTE-n arra, hogy ezt megtegyem. Egy hónapot töltöttem Lipcsében, a Német Nemzeti Könyvtárban, ami az alapszakos szakdolgozatom megírását segítette. Utána a Humboldt Egyetemen egy városesztétikai szemináriumon vettem részt. Utána kimaradtam Berlinben, Erasmus ösztöndíjjal a Freie Universitéten, és most Varsóban tanulok. Egy Erasmus Mundus mesterképzésben fogok részt venni a jövő évtől, ami egy két éves mesterképzés a német és francia filozófiai hagyomány áll a képzés fókuszában. Németül és franciául zajlik a képzés, és három különböző országban fogok, három különböző egyetemen tanulni ebben a két évben. Egy ismerősöm arról beszélt nekem, hogy hiába tud nagyon jól három nyelven, hiába tanult szintén Japántól Portugáliáig mindenhol. Ő nagyon szívesen visszajönne az ELTE-re tanítani a Filozófia Intézetbe, mert sehol máshol nem tapasztalt olyan családias légkört, mint az ELTE-n.